Folyamatosan épülnek a kiállítótermek, az első teremben az őskort mutatják be. Müller Ádám elmondta, hogy itt például a fakeret teljesen beleszüvegezve, majd homokkal töltik fel, ebben pedig a Tesco-s ásatás leleteit tekinthetik meg majd az érdeklődők, míg egy szobával arrébb a középport mutatják be. Mindenhol egységes, felújított és kivilágított vitrinekben tárolják a kiállított anyagokat. Itt még a korábbi kiállításokban szerepelt leleteket, ugye ezekről annyit érdemes tudni, hogy a gimnáziumi tanárok a 30-as években végeztek ásatásokat a Gólyavár területén, illetve begyűjtöttek később Szőke Sándor tanár úr munkásságának köszönhetően a diákok is olyan tárgyakat, amik erről a területről vagy a környékről származnak, itt ezeket lehet látni. A legjobban azonban az újkori történet része állnak. A terem érdekessége egy vendéglátós sarok lesz, ahová a beülők visszarepülhetnek az időben, és a két világháború közötti vendéglők hangulatát eleveníthetik majd fel. Sőt, itt még meglepetés is vár majd a látogatókra. Emellett pedig az Eszterháziakról és a város nagy fejlődéséről is szó lesz. Müller Ádám kiemelte, hogy a múzeum pedagógiára is nagy hangsúlyt fektetnek majd, a gyerekeknek is sok érdekességgel készülnek. Gyakorlatilag minden teremben szeretnénk őket foglalkoztatni, vagy várni egy kis foglalkozással. Egyrészt, hogyha csoportok jönnek, akkor ők tudnak múzeumórára jönni, illetve hogyha mondjuk családosan bejönnek a látogatók, amíg a felnőttek olvasnak, nézelődnek, addig a gyerekeket is le kell kötni, és erre is lesz természetesen lehetőség, lesznek ilyen kockakirakók, lesznek kiegészítők, az információs pulton lesz puzzle, amit ki tudnak akár a kisebbek is tenni. Tehát nagyjából próbáljuk a kisebb kort, az óvodásoktól egészen a középiskolásokig lekötni a gyerekeket. Például az alsó hetényből előkerült fogadalmi tábla másolatát is kiönthetik majd gipszből. A múzeumot január 22-én a Magyar Kultúra napján nyitják meg a nagy közönség előtt.